can start the questioning. Wonderful. I was almost starting to get bored. So, let's begin. Tell him he has one and only chance to save his neck from the gallows. You'll figure. Vanashaya de Manakvetsche. Tell him I know damn well he's got stolen valuables hidden somewhere around here. Ova shuvad stottat a tutsal. I mean, utsalop gottal. Ezt megmondhatom neked. De előbb azt árul, ugye? Az a fekete hajú ott mellette, tud-e magyarul? Nem. Egy szót sem. What's he saying? Well, he seems to be resisting. Tell him if he carries on being stubborn, I'm gonna lose my patience. Now mind, hol van? Elmondom neked, de azt a geci, aki melletted áll, küld el valahova. Aha. Már kezdem érteni. Akkor jó, hogy értik egymást. Jól figyelj, azzal a nagyvárossal szemben a folyónál. Madeira gondolsz? A nevét nem tudom. Egy nagy város, várfalakkal. És van ott két vár. Szemben a folyó túlpartján van egy domb. Ha a város felé nézel, van melletted egy út. Azon az úton van egy kereszteződés, egy kiégett fával. Viszonnan egy kis ösvény le a vízhez. És lent a víznél van egy kivált fatör. És a bandban? Igen. So? Is he saying anything? No, not really. He just keeps swearing. Tell him he's running out of time. És hova küldjem? Pénzeit nem tudom pontosan elmondani, így oda kellett vinnem. Well now, he started to talk. He says he buried the coin somewhere in the forest, but he can't describe the place exactly. He says he can take it, though. Fine. That's good enough for me.